Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Vörös Ötös X-Wing YouTube csatorna. Ricsi vagyok, és egy újabb Vasszal mérkőzés elemzésre szeretnék nektek kedveskedni ezen a csodálatos, hát elég őszi, de azért még nyári meleg napon, amikor is egy Ré Pó listával álltam ki a francia Siopnos ellen, aki egy Vader Suntir és Vizé TIE Reaper listával rukkolt elő. Az ellenfelem nem egy kifejezetten rutinos Vasszal játékos, hanem akkor a két listát én annyira érdekesnek éreztem, hogy tekintve mostanában már régen csináltam nektek videóelemzést, átmenjünk ezen a meccsen. Egyikünk se játszott olyan tökéletesen, szóval ez az a mérkőzés lesz, amikor a hibákból lehet talán tanulni. Bízok benne, hogy lesz rá lehetőségetek, hogy ezeket megnézve, na, itt ezt kellett volna csinálni, azt kellett volna csinálni, ezt nektek eszetekbe jut még akkor is, hogyha nekünk menet közben nem jutott eszünkbe, vagy esetleg nekem még most se jutott eszembe, hogy ezt bemondjam nektek. Ellenfelemnek adtam át a kezdemét, mert az én listám csak 191 pontos, az övé 200. Ő tette föl először azt az uborkalakogász felhőt, én azt a nagy darab asztalidát oda felülre, hogy így sávokat próbáljak meg réjjel kialakítani. Hasonlóan itt egy kis trükközéssel megpróbálom elérni, hogy az bal felső sarokban már ne lehessen több asztalidát betenni. És ugyanakkor annyira meg hátrahúztam, hogy ide már középre se férjen be még egy asztalidát. Így, még az ellenfelem kicsit forgatta volna, akkor lehet, hogy befért volna, de ő direkt, ível, hogy így akarta letenni, alapból nem ilyen alakja volt ennek. Így forgatta, a TIE Reaper-t letette, de ugye nekem kellett letennem a pómat, majd pedig fölkerül Suntir meg Vader, és fölkerül Pó a Hunted kondícióval. És mindjárt kérdezhetnétek, hogy de Ricsi, mi az a Hunted kondíció, és ha le tudnám írni, akkor most mindjárt megjelentetném nektek. Vagy ha ismerném ezt a szerkesztőt, hogy pontosan hova is kell írni. Na. Hát az annyira nem akar megjelenni. Agent Carlos. Jó, a kondíció kártya mint nem jelenne meg. De itt a streamen sem jelenik meg a kártya, amit meg akarok nektek jelentetni. Ez így kifejezetten érdekes. Na mindegy, akkor csak elmondani fogom nektek ezeket a dolgokat, most ezzel nem tudjuk az időt. A Hunted kondíció kártya az Agent Carlos adja ki egy ellenséges hajóra, és az az ellenséges hajó, hogyha megsemmisül, akkor egy másik számára baráti hajónak kell átadni ezt a kondíciókártyát. Tehát a birodalmi játékos ellenfelein fog végigmenni elméletileg ez a kondíciókártya, hogyha éppenség olyan sorrendben halnak meg. És Agent Carlos, hogyha a Hunted kondícióval rendelkező ellenséges hajót támadja, akkor egy fókusz hitre változtathat. Vizérnek a pilóta képesség egyébként az, hogy amikor a TIE Reaperek adaptív aileronos manőverét lelépi, utána egy fehér koordinációra van lehetősége, de cserébe akkor a Performation Step-ben nem hajt végre akciót. A Sienna Ree pedig azt mondja, hogy amikor egy baráti hajót koordinálod, és Pererorra vagy Boostra, akkor utána az a hajó kap egy stresszt, és 90 fokkal elforgathatod. Ugye Suntir és Darth Vader azért elég régi vendég, bár most itt mindannyian meg vannak pakolva, ugye Vaderen az a Cluster Missiles és Suntiron az Afterburner, az nem annyira standard, hogy úgy mondjam. Míg itt, hogyha megnézzük, hogy mivel rendelkezek én, hogy a Corsella azt mondja, amikor végrehajtok egy kék akciót, akkor utána az összes stresszokanemet levehetem. Rose Tycho-val, hogyha védekezek vagy támadok, akkor elkölthetek egy rizoltat a dobásból, és akkor cserébe kapok azon az ellenséges hajón, akivel éppen lövöldözünk egymás, arra kapok egy target lockot. Finn, ugye, hogyha bullseye, nem a bullseye, bocsánat, hanem az elsődleges
Ez se egy jó kifejezés lesz. Szóval, hogyha a hajó előtt lévő előső tűzívben tartózkodik az ellenfél, akkor amikor én támadok oda elsődleges fegyverrel, vagy pedig védekezek, akkor beállhatok egy üres eredményt a dobásba. Ray pedig egyébként, mint pilótaképesség azt mondja, hogy szintén a hajó előtt található előső tűzívben tartózkodik az ellenfél, amikor támadsz a védekezel, akkor egy force elköltéséért egy darab erő, szóval egy force elköltésével egy darab eredményt sikerre változtathatsz. Tehát a védekező kockán ugye ez evade, a támadó kockán pedig hit. Egyébként még talán Pawn az autoblaster érdekes, ami ugye, hogyha az ellenfele tűzi, se ő tűzívén kívülről támadnám, akkor nem tudja kivédeni a krit támadásokat, ezért található Pawn marksmanship, hogy így remélhetőleg, akik a kriteket rázódítom ezekre a birodalmi ászokra. Na, akkor nagyjából elmondtam, amit szerettem volna ezekről a hajókról, és már mehet is akkor maga a harci fázis, bocsánatom, a harci fázis, a harci fázis esetleg később lesz, maga a játék. A terv valahogy az volt, hogy Ray az elméletileg vizéjét egész jól meg tudná semmisíteni elég korán, vizé pedig amúgy is a hunted kondíciót porra tette, az vele átellenben helyezkedett el, így nem akartam, hogy vele kukacoskodni, illetve jó lett volna, hogyha ha itt békességben valahogy Poe bekerül Vader vagy Suntir mögé, és csak így a kriteket dobálja, és akármit dob az ellenséges birodalmi ász, azok ugye elszenvedi a kriteket. Ez volt a terv. Nézzük meg, hogy ez hogyan valósult meg. Vizé így koordinálja Suntir, bár itt igazából lehet, hogy meg se volt a range 2, de ez így közel volt hozzá. Ray egy ilyen lassú előremozgást választott, míg Poe pedig így megpróbál helyezkedni, így meglepődött kicsit, hogy mind a két birodalmi ász őt szemelte ki. Ez nem volt a tervben, és így gyorsan a második körre váltunk, amikor is én valamiért nem számítottam rá, hogy Vizé behúz középre, de Vizé úgy döntött, hogy behúz középre. Ezért Ray-jel csak egy óvatos egy enyhét tettem le. Vizé fókusz koordinál Suntirnak, az aileronos manőverből aztán ment tovább. Most jön Ray, aki így egy piros boost akcióval Vizé után vetette magát. Suntir öt előrével keresztül száguld a pályán. És akkor úgy érezte, hogy akkor Poe-val biztos befordulok. Vader csak egy kettő derészeget ment, mert ott félt a aszteroidától. De talán a három derészeget nem vitte volna aszteroidára, de jobb az óvatosság. Így legalább a target lockot nem tudta kitenni. Így ez egy jó szerencsém volt azzal, hogy Poe-val három előrét állítottam be, mert így el tudtam kerülni Suntirt, és egy focus boost-tal lövésváltásba kerültünk Poe-val. Ugye így Vader csak kettő kockával támad, az pedig egy eléggé kevéssé jelentős veszély, míg a visszatámadásban pedig egy kis szerencsével sikerült leküzdenem egy pajzsolt az itt sötét nagyuráról, már így rögtön az elején, ami mondani se kell, hogy egy kifejezetten nagy előny. Ugye hát elméletet több támadókockával dobni ugyanannyi darab védőkocka ellen az jobban kifizetődő, szóval ebben a lövésváltásban nekem jobb esélyem volt, de ezzel együtt nyilván szerencsés vagyok, hogy én nem is sérültem az ellenfelem, meg igen. Ray-re sikerült négy kockán egy nagyon jót dobni a vizére. Finn ugye hozzáad még egy eredményt, és itt elköltöm azt a blank módosítására a Ray képességét. Ugye ha két blankem lenne, akkor nem tudnám Ray-t kétszer használni, hogy meg van fogalmazva. Ebben a másik eredmény, amit módosítani kell, az egy fókusz. Arra rendesen használhatom az erőt, és két fókusz elköltésre sikerült 5-öt sebeznem. Az ellenfelem pedig 2-t fog kivédeni a gázfelhőre fel együtt. A 3-at sérül vizé. És a harmadik kör vette kezdetét, ahogy ugye Suntir és Vizé nem tudott lőni. Jó, itt a következő körben is sejtettem, hogy Suntir megpróbál mögöttem jönni, Vader pedig valamilyen fajta visszafordulást fog csinálni, csak ugye nem volt a bele biztos, hogy most 4K lesz, vagy jobbra háromtalon. Így úgy gondoltam, hogy egy Ray-jel és Poe-val együtt valahogy rázúzok Vizére, és akkor most az öreg vadászmezőkre küldjük, és akkor
Akkor nagyon jól állok. Vizé így előre ment, abból koordinálta Suntirt, majd pedig megállt, amire nem számítottam. Így Pó, vagy akarom mondani, Ray szépen rákenődött Vizére. Suntir ügyesen helyezkedik. Vader megfordul, nem afterburnerezik, és Pó pedig kibúsztol Vader támadásából, vagy megpróbált kibúsztolni, de hát az már nem jött össze. Ellenben így Vader tud egy 2-3-ban támadni, ahol sikerült egy tényleg szerencsés dobással ezt kényelmesen megúsznom. Pó pedig támadhat Vizére, és itt még a velem van még itt az erő, és sikerül Vizért leküldeni, összesen már csak maradék 3 életre. Ezt, hogyha hozzáveszünk, hogy akkor most a következő körben Vizés stresszes, eléggé kiszámítható, hogy merre fog menni, hát nagyjából csak az előre 1-2-3 maradt neki. Ellenben valahogy össze kell hoznom, hogy Ray merre menjen. Nem éreztem azt, hogy nekem most itt Vizét kell mindenáron üldöznem. Ellenben két pirodalmi ász került be Pó mögé, hogyha Ray üldözi Vizét, mondjuk még esetleg 1-2 körig, plusz most akármit csinál, akkor ha Vizére megy, akkor a következő körben rossz pozícióban van. De úgy éreztem, hogy inkább az a fontos, hogy Ray-t beküldjem Suntirra és Vaderre egy jobbra kanyar segítségével, valahogyan így, rossz helyre rajzolok, valahogyan így beküldeni, és akkor cserébe, amikor jönnek ezek a birodalmi ászok, hogy mondjuk Suntir valahogy így befordulna, vagy Vader így valahogy befordulna, akkor így nekem a réjemnek a tűzíve az úgy lefedni őket, és itt egy nagy csihipúj venné kezdetét. Ez volt a terv, és akkor remélhetőleg adok elég helyet adnak is, hogy Pó elmenjen, és majd utána valamikor később visszaforduljon. Ez egyébként úgy részben bejött. Itt Vizé megpróbált kicsit jemelni, de azt mondtam azért, hogy range 3-ból nem kéne jemelni, mert ha csak range 1. Akkor koordinálni szeretett volna, ezzel nem feled, de mondtam azért, hogy nézze meg, mert az sem, ott már csak range 1-2. Szóval így végül Vizé stresszelte magát, amivel egyébként bíztam, hogy azért egy eléggé jól el lesz vele. Mondjuk itt előjött az, hogy az ellenfelem azért nem volt biztos benne, hogy ott most range 2 vagy range 3, az a Suntir Vizé távolság, tehát hogy nem stresszeli, akkor és sokkal hamarabb visszajött volna a pályára Vizé. Volt tőle egy pár kör szerencsém. Ellenben én is túlbecsültem ezt a manővert, mert sokkal közelebb érkeztem meg a sziklához, mint gondoltam. Egyébként biztos voltam, hogy nem fog rámenni, de így a következő körben nem tudom elkerülni, azt garantáltam. És ugye mivel közelebb vagyok, tehát úgymond ha pályát tetejéhez közel vagyok, kvázi éjszakabbra vagyok, ezért a tűzévem is éjszakabbra van, mint számítottam, és bizony ki tudott jönni mind a két birodalmi ász az előső tűzévemből, hogy ilyet léptem. Ha csak egy kettő enyhét léptem volna, akkor szerintem Suntir például lehet, hogy nem tudott volna kijönni. A Vader azért az úgy egészen jól ki tudott jönni. Ugye egy afterburner boostot végrehajt, target lockol egyet, és egy focus boost stresszes akció keretében itt még lőni is fog Ray-re. Suntir Bererról boosttal szépen meglép, Pó leveszi a stresszt, és ugye arra számítok, hogy úgyis Ray-t fogja lőni. De most nem lenne neki egy jó lövés, hogyha itt a felhőn keresztül szeretné pótlani, ezért így betarget lockolom és békén hagyom ezt az egészet. Na, és Vader itt így három kockát reagurít Ray-re, és Ray-jel elfelejtettem a Stealth Device-t használni, és csak egy kockával védekezek. Így Ray elvesztette a Stealth Device-t is, meg elvesztett két pajzsot is. Bárki megkérdez, magabiztosan mondom neki, hogy a Stealth Device azt ne tegye föl egy agilitis hajóra, még kettő agilitisra sem szoktam tanácsolni. Mi a fenéért van Ray-en Stealth Device? Ha ügyesen helyezkedek, akkor ez a hajó mondjuk range 3-ból, akkor 3 kockába védekezik, plusz még Finn mellé tesz egy blanket, amit ugye Ray át tud váltani, meg mondjuk még van egy fókusza, tehát ez kvázi ilyen 4 évédet könnyen tud produkálni ez a hajó range 3-ból, akár kétszer is. Az már egy kelejki szerencse. És így az, hogy egy pajzs kerülne ugyanennyibe, így amíg az első engagementet jól kikapom,
könnyedén 2-3 életet tud megmenteni a Stealth Device azzal szemben, amit mondjuk egy Shield Upgrade adna ugyanennyi pontért. Persze, ha nem is dobok egyszer se a plusz kockával, akkor nyilván egy Shield Upgrade az jobb lett volna. Szóval itt egy olyan dolog, ami nyilván hatalmas baki. Ray ellenben tud vizére lőni, és ugye hátrafele nem működik a képesség, így 2 sikert dobtam meg egy üres kockát, az üres kockát elköltöm arra, hogy Rose Tycho-t tegyen rá egy target lockot. Egyet fölfog vizé, így 2 életen elevickél. Ahelyett, hogy mondjuk amiben bíztam, hogy kicsit megsemmisülne, és akkor már le van bele a gond. A következő kör, itt hát ugye valahogy meg kell fordulnom Ray-jel, vagy rámegyek vizére, amit már mondtam, hogy nem akarok. Így a jobbra 3 talonba maradt, vagy nem talon, hanem Senior's Loop-ba, és hogy Po is fölkészül a visszafordulás, attól függően, hogy az ellenfelek mit csinálnak. Ez volt a beépített terv. És akkor vizé jött egy enyhét, hogy levegye a stresszét, kér egy ivét, mert azért tart attól, hogy oda megy a Ray. Ray szépen megfordul, sérül egyet a aszteroidán. Hát ugye azért, mert az előző körben túl bátor voltam. Suntir így helyezkedik, és itt még csak nem is kér egy fókusz, és olyan mérges voltam magamra, hogy nem balra 3 talonról osztam, mert egyébként azon sokáig gondolkodtam. De mondom, nem számíthatok arra, hogy ez fogja lépni. Hát csak a poén kedvéért menézzük, hogy mi lett volna, hogyha talonról csinálok 3-as balra talonrolt. Rá a felhőre, mindegy. Akkor ugye ide bekerültem volna Suntirnak, még a tűzhívében vagyok, de én azért így marksmanship-el lőttem volna őt. Szóval nem lett volna ez nekem olyan rossz. Ez a jó egyébként használva, hogy utólag is meg lehet nézni, mi lett volna a szituációkat. És itt Vaderrel hát elkövetett egy hibát. Ráadásul csak 2 enyhét ment, szóval Afterburner-ről se tud arról a felhőről. És ez volt az oka, miért nem csinálta meg a talonrolt, mert így Vader jobbra fordult, én meg arra számítottam, hogy balra fog menni, és így ráfordulok Suntirra, és akkor Suntir Vader fog rám lőni. És az így együtt nagyon rossz lett volna. De egy Po kimozgott, és úgy éreztem, hogy na, ez most ez jó lenne, ha a következő körben azért szembe tudnék fordulni a birodalmiakkal. Ezért most használtam el a Black One-nak a slamjét. Kapok egy stressz, meg egy weapon disable tokent, azt kis tettem, ahogy nem lövünk egymásra. Ellenben így Ray pont megcsípi Darth Vader-t, és egy 3 kockás támadást az rá tud zúdítani, ami egy kegyetlenül jó dobás, és még Finn mellé tesz egy üres kockát, amit Ray befordít 4-re, és Vader 2 force elköltésével megy fél élet alá. De itt egyébként, aki nézi, itt már kezd egy erős előny kialakulni. Az én oldalamon. Mondjuk, hogy nézni, hogy a támadó kockáim sem voltak rosszak. De azért ez még nem egy lefutott meccs, bár határozott előny van nálam. Ugye vizé elment a csodába, de itt még ott van az a 2 pirodalmiász. Vizé szépen azon az úton van, hogy lassan visszajöjjön. Ray megint átmegy az aszteroidán. Most legalább nem sérül. Vader ránégykázik erre a akadályra, és ő meg itt sérült egyet. Ez, hogy az ellenfelem egy kicsit rutinosabb vacalon, azért a párhuzamosokat és a merőlegeseket egész könnyű ellenőrizni a monitoron. Tehát én nem számítottam erre a manőverre, mert úgy... Na, hát ezt úgy sejtettem, hogy ez nem fog beférni. Ellenben itt ugye ügyesen felismeri a lehetőséget, hogy afterburnerezni még tud, mert különben könnyedén úgy hal meg, hogy még csak lőni se fog.
Ez egy megnéző, hogy a balra befért volna, de igazából az egyenest választotta, ezt így írt a chatben. És Suntir is ráfordult Rayre, tehát ő azért, hogy érezte, hogy én erre fogok jönni, én nem voltam ebben biztos. Szóval ez így nem rossz, hogy ezt ő megtippelte. Én a Rayjel a három ennyi helyett a kettő derékon is gondolkodtam, és akkor valahol arrébb lennék. Mindjárt megpróbálom berajzolni nektek, hogy akkor kb. Hol lettem volna, na, hova rajzolhatok kb. Tehát, hogy akkor valahogy így eljöttem volna, és akkor most valahol itt lenne a réjem. És akkor ugye elforgathattam volna erre a tűzívet egy oldalra, és akkor szintén nem vagyok olyan rossz pozícióban, bár akkor nyilván a pilóta képességet nem használom ki. Jó, én igazából arra számítottam, hogy póra fog jönni, ezért három előrét állítottam be pónak, ami így nem olyan kellemes, de bezártam a szárnyakat, így elbererollozok, és megpróbálok bepusztolni Suntirnak a sejhajába, hogy ott egy négy kockás autóblaster lövést kapjon. Egyébként a bullseye se lett volna meg, szóval nem lett volna ez négy kocka, de ráadásul itt egy milliméter hiány pont megakad Pó, tehát ott marad, a stressz is megkapja, és ez eszméletlenül befolyásolja ezt a mérkőzést, mert Póval eddig Póval csináltam egy sebet Vaderre, innentől kezdve Póval végig szenvedni fogok a játék folyamán, hogy ez itt nem fér be, majd mindjárt látjátok. Jó, tehát ahogy mondani akartam, a ellenfelem azért viszonylag tisztes pozícióban van itt arra, hogy rám zúdítson egy jó kis fájást. Suntir kap még egy fókusz tokent, és az első támadásra sikerül is belém zúdítani egy rakatot. Ré ügyesen dob egy evédet, és Finn plusz a pilóta képességével hit critre csökkenti, és egy Disable Power Regulator crit boldog tulajdonosa lesz a Falcon. Itt egyébként, aki még figyeli, akkor még pont fél élet fölött vagyok, úgy látom. De itt még Darth Vader is lőni fog egyet. Jó, lementem 6 életre. Vader egy elég szartgurított. Újra dobott 3 eredményt, igazából lehet, hogy fókuszt is újra dobhatta volna. Elköltötte a target lockot, ez most egy rossz dobás. De elkölti a fókuszt 2-re. Én dobok egy évédet, de én nagyon meg akarom gyilkolni Vadert. Szóval hozzáadom az üres oldalt, és azt el is költöm, hogy rátehessem a target lockomat Vaderre. És így már azért lefeleződött a hajom, és egyből nincs olyan jelentős pontbeli különbség, mint ami eddig volt. Viszont Póval pont megcsípem az ellenfél sarkát, és azért úgy döntök, hogy úgy zárva van a szárnyam, így nem járok rosszabbul, ha autoblasterrel lövök. Ez egy kétkockás autoblaster támadás, amiből nem tudja kivédeni a kritet, módosítás nélkül, vagy egy kétkockás támadás. Így bizony benne, hogy hátadóban kérdezik egy kritet. Ez két kockán nem jött össze, ez azért eléggé valószínűtlen lett volna. És az ellenfél, hát itt egy kellemetlen dobása van, mert hát el kell költeni a fókusz, hogyha nem akar sérülni. De úgy van vele, hogy itt már chatbe írtam, hogy most Vadert akarom lelőni, egy életem van Darth Vader, hát nyilván Vadert akarom lelőni. Tehát elkölti a fókuszt, Rey megkapja az Ion tokenjét, és itt jön az a érdekes szituáció, hogy Vader azért be van stresszelve, tehát azért tudom, hogy a következő körben hol lesz. Az Afterburner charge-ai már elfogytak, tehát ez így Rey is, meg Poe is könnyedén rá tud látni a következő körben. Suntir meg ott van Poe előtt, nincsen semmije. Ez azt jelenti, hogy Suntirt idézőjelben komoly szerencsével, de akár egy lövésből lelövöm. Ennél jobb nem lesz a játék folyamán arra, hogy Suntirt lőjem. Így én Suntirt lőttem, négy kockán azért megint egy jót dobtam, de két blanken volt. Így el kellett gondolkodnom, hogy pontosan milyen sorrendben módosítsam a kockáimat. Egy blanket befordítottam Suntirra, és csak most elkölthetném ezt a utolsó blanket, hogy kapjak egy target lockot Suntirra, de hát igazából arra számítok, hogy a következő körben majd le akarom lőni fixen Vadert. Itt inkább nem csinálom ezt, hanem marad egy üres oldal.
Előtt az ellenfél dobott itt három ivédet. Biztos, ami biztos. És így csak egy szintén egy Disabled Power Regulator kritet fog kapni. De ez azt jelenti, hogy a következő körben fogja megkapni a Ion tokenjét. Elkezdünk akkor tárcsázni, meg erőt visszatölteni. És ugye a hetedik körben Ray fölkészül arra, hogy megint sloopoljon egyet. Ugye stresszesen is tud a Millennium Falcon title-lel, a Ray Millennium Falconnal. És Poe-val egy kettő derékszöget állítottam be, ami egyébként attól függően, hogy hova érkezik meg pontosan Ray. Ezt nem láttam teljesen magam előtt. Vagy át fog férni, vagy nem fog átférni. Már előre jeleztem, hogy Poe-val csak így szenvedtem sokáig. Így az a trükk, hogy nem fog átférni. Vizé rámegy arra az aszteroidára, és sérül egyet. Ugye az az aszteroida, most már harmadszor megyünk rá, kettőt sebzett, én egyszer nem sérültem rá, meg az a pici aszteroida és egy sérülés már ügyesen összehozott. Tehát a leggyilkosabbak ezen a meccsen Ray után kötöttem az aszteroidák. Jó, Ray megfordul, kap még egy stresszt. Suntir megfordul, ami egy, nem azt mondom, hogy rossz döntés, de azért egy általán nem várt döntés. Végül is a következő ionizálódik, szóval van értelme. Vader megpróbál egy kétségbeesett Barrel-rolt, de azért itt is azért úgy, ez nem szoros volt, ezt azért megtippelte volna az ellenfél, hogy nem fér be. A fókusza így is van, szóval olyan sokat nem veszít azzal, hogy ezt megpróbálta, de mindegy. Poe úgy egészen nem fér át, nem, hogy egy picit nem fér át, egészen nem fér át. Így Poe marad gyakorlatilag ugyanott, ahol eddig volt. Suntir nem kap fókuszt. De rálő Ray-re, ez egy rossz dobás volt. Ray lői Suntirt, és ügyesen összehozza a... Van egy target lockja, elkölt a target lockot, a fókusz dobott, így hármat tud csak összehozni, idézőjelben csak összehozni Ray. És akkor az egyik fókusz, ami megmaradt, az ugye úgyis értelmetlen, így azért kérek még egy target lockot Rostyco-val, hogyha véletlenül Vader kivédte volna a támadást, de Vader nem védi ki a támadást, így leesett. Na, így azért most már egy ionizált Suntir meggyilkolása van az egyetlen feladatom. Úgy éreztem, hogy azért ez menni fog. Még ha vizé valamit be is jön és hülyéskedik. És... Réjen kettő fókusz van, tehát itt gondoltam, hogy vizé valamit bejön. Ez ugye az aileronos mozgással, ugye az manővel azt végre kell hajtani akkor is, hogyha akadályra mész vele, majd egy előrével ütközik, ugye nem tudott koordinálni, mert Suntir stresszes, és egyébként is csak fókusz lehetett volna neki koordinálni az ion miatt. Mert hogy ionizált hajó, ami rajta van az ion token, úgyhogy ionizált is, addig nem csinálhat más akciót. Réj! Egy számomra teljesen meglepő módon itt pontos, de az ellenfél gondolt, hogy átmegyek, én így nem feltétlen. A kettő enyhével, hogy levegye a stresszeket, átért a pályán. Gondolkodtam, hogy egy tovább boostolok, csak azt mondja, nem fért volna be, mert nem próbáltam meg, de most meg tudom próbálni legalább a jobbra boostot. Hopp, valami rosszat nyomtam. Na. Most... Igen, nem fért volna be az a boost. Szóval nem baj, hogy nem próbáltam meg. Így ott maradtam, ugye? Az volt a döntésem a meccs folyamán, és kértem egy target lockot. Ugye ez a boost kipróbálás, ez csak most a felvétel. Közben, hogy tanulják belőle, ez tényleg nem fért volna be, de tényleg nem fért be. Suntir belement Ray-be, ami azért jó, mert legalább akciója nincsen, de ugyanúgy megkapja a képességbe az egy darab fókusát, nem két darab fókusza van. És Poe beleütközik Suntirba. Suntir a fókusszal lő. Egy pajzsot levesz Poe-ról. Most lő Poe. Na, a marksmanship-et legalább használja, egy krita fordítja, de az kivédte Suntir. Így a következő kör helyett még azért Ray lő egyet vizére. Ez a kettő, ez így már elég. De elköltött a target lockot, de nem lett belőle több. Így Ray összegyűjtött a három ilyen tokent a következő körben fix egyelőrével rááll, még egyszer ő már harmadjára megy át azon az aszteroidán, illetve most pontosabban rá is lép.
És itt az ellenfelem, nem tudom, már kicsikét fáradhatott, vagy csak nem nézte meg rendesen, mert ebben én sem voltam biztos, hogy itt mi lesz. Ja, Rage sérült egyébként egyet az aszteroiden, lemegy 4 életre. De itt az ellenfelem azt mondta, hogy úgy gondolta, hogy majd ő lép hamarabb, vagy nem tudom. Nem nézte meg szépen, hogy ez most be fog férni, nem fog beférni, és így, hát nem sok ilyen, de nem fért be a K-törnye. Míg nekem Póval befért, tehát olyan jó helyzetbe kerültem, amennyire csak kerülhetek már ezen a meccsen. De itt most nyilván egy módosítás nélküli lövöldözés lesz, szóval ebből nem is várhattam, hogy sérül Szuntír, de bár ugye nyilván azt mondhatom, hogy akkor mennyit ugyanannyi kockával dobunk módosítás nélkül, akkor az még mindig nekem kedvez. De ez itt nem jött be, de a következő körben eléggé elszúrtam Szuntír üldözését. De azt sem tudtam eldönteni, hogy Szuntír melyik irányba fog menni, jobbra-balra, ezért én nagyon óvatos egy előrét állítottam be, ami semmire nem jó az égvilágon. Szuntír belerózott, vagy busztolt egyet, és hát egy utólag Afterburner összetett is volna, mert még nem használta a meccsen, és mert nem volt, ugye 15 körig tart, azt beszéltük meg. Megpróbált belerózni, és nem fért be neki sehogy se. Vagy nem sok híja volt, és mind a ketten azt hittük, hogy ez be fog férni. Így ott maradt túl közel Raynnek a tűzévéhez, azt ugye nehéz eldönteni. Milyen helyzet? Pó becsukta a szárnyát, és megpróbáltam belerollozni, mert azért így kis szögben állok, de úgy éreztem, hogy itt lőni fogom Szuntírt. És még egy stresszért kértem is egy fókusz, hogy a következő, vagy target lockot, a következő körben fixen bajba legyek, hogyha üldözni kell Szuntírt. A búzai tűzív megvolt, és Szuntír hát dobott egy ilyet, erre úgy volt, hogy ha én kiblenkelek, akkor, mert mondjuk, nem mondjuk a tűzévében, akkor ugye ő már nyert, vagy nem nyert, de legalább a rét előtte, szóval ezt így megértem. De itt dobtam egy ivédet, és ellenőriztük, és a tűzévében volt, vagy ő az én előső tűzévemben volt. Ami azt jelenti, hogy kivéthetek még egyet, vagy legalábbis finnel hozzáadok egy kockát, és én azt pofátlanul fogom és elköltöm, hogy rátegyek egy target lockot. És akkor így 4 kockával visszalőhetek Szuntírra, miután Pó nem tud lőni. Ugye fókusz-fókusz hit critet dobtam, hozzáadok egy üres kockát, picit számolgattam, úgy éreztem, hogy az a legjobb matek, hogyha újra dobok egy darab fókuszt, meg egy darab üres oldalt. És akkor meg lett végül 2 fókuszom, 2 crit, 1 hit, és megmaradt a 2 fókuszom, amit rendeltetésszerűen el tudtam küldeni arra, hogy 5 találat legyen a támadó kockáimon. Szuntír 3-mal védekezik, 2 élete van már, és akkor pont mielőtt még az ellenfelem védekezett volna, egyébként leszakadtunk a szerverről. Szóval ez egy ilyen kicsi furcsa volt, de legalább nem 1-2 másodperccel korábban, hanem, vagy egy perccel korábban, hanem így kvázi pont még az ellenfelem is aztán megbeszéltek, hogy látta, hogy mit dobtam, szóval nem mondja, hogy most dobjam újra, vagy ilyesmi. Erre akármit dobott volna, ugye meghalt volna. Szóval így sikerült végül összehozni Szuntírnak is a halálát. És akkor így egy egész magabiztos győzelmet összehozni az egy életen túlélő réjjel. De ez pontban egy nagy különbség lett a végére, de aki ezt így végignézte, azt szerintem megegyezett azzal, hogy most ezzel a Póval nem játszottam olyan jól, mint szerettem volna. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a mérkőzést. Vannak régebbi videók is, amik jók lesznek, még a jövőben is videók, amik jók. Szóval néha nézzetek vissza a csatornára. De addig is, amíg legközelebb találkozunk a Vörösötös készenlétben.